A Mi Hazánk mozgalom bemutatja módosító csomagját az otthonteremtő támogatások megújítására vonatkozólag. Nem csak az energiaárak, hanem az élelmiszer árak is elszálltak a rohamosan növő infláció következtében, hanem ezzel arányosan nőttek az építőanyagárak is nagy mértékben, és a hitelintézetek által nyújtott hitelkamata is nagyon nagy mértékben növekedtek az elmúlt időszakban. Már a Mi Hazánk mozgalom korábban is felhívta arra a figyelmet, hogy a jelenleg érvényben lévő otthonteremtő, családteremtő támogatások már nem elegendőek az építőanyagok árak növekedése miatt, és így kénytelenek a családok akár a támogatások mellé piaci hitelekhez is nyúlni, hogy be tudják fejezni adott esetben az építkezéseket vagy a felújításokat. Ma már nem igazán találni a piacon 10% alatti lakáshitelt, sem jelzáloghitelt, sem zöld hitelt sem. Már-már kijelenthető az, hogy semmit sem érnek ezek az otthonteremtő támogatások, köztük a csok hitel, babaváró hitel és az otthonfelújítási támogatás sem. A babaváró hitel már a utóbbi időben 25%-ot vesztett a reál értékéből a bevezetése óta. Ha a kormány valójában elősegíteni szeretné a minél több gyermekáldást, és az, hogy a családoknak sokkal könnyebb legyen saját lakást vásárolni, akkor mindenféleképpen ezeket a támogatásokat mielőbb szükséges lenne megújítani, és nem a 2015-ben bevezetett rendelkezések szerint folytatni ezeket. Ez azt jelenti az elmúlt időszakra vonatkozólag, hogy a hitelkamatok is a duplájukra nőttek, ami egy lakáshitel esetén több millió vagy akár 10 millió forint többletet is jelent egy-egy család számára. Ráadásul kétszer akkora hitelt is igénybe kell vennie egy lakásvásárláshoz a családoknak, mint 5 évvel ezelőtt, és ez nagyon jól mutatja, hogy a 2015-ben bevezetett csok támogatás az már nem igazán éri el a célját. Egy évvel ezelőtthöz képest ugyebár 25%-kal drágultak az építőanyagárak, de ezt megelőzően is rohamos árnövekedés mutattak ugyebár az építőanyagok árai. A csempe ára több mint megduplázódott, a parketta ára pedig 50%-kal növekedett az elmúlt időszakban. És ennek a brutális áremelkedésnek még mindig nincs vége a tendenciát és a piacot figyelve. Ezért is követeljük azt a kormánytól, hogy az otthonteremtési támogatásokra vezessen be valódi és hathatós megújulást, ami követi a különféle árnövekedéseket is. Csak így lehetne elkerülni, hogy a magyar családok ne szenvedjenek újból a most már csak látszat segítségnek tűnő intézkedések miatt, és a családalapítást elősegítő támogatások a céljukat a továbbiakban is maximálisan szolgálják. A Mi Hazánk mozgalom javaslatát egyébként a építőanyagárakkal kapcsolatban és a csokkal kapcsolatban is már a kormány többször megfogadta, mivel bevezette a hatósági árat és a csok büntető kamatát is maximalizálta a mi javaslatunkat követően. Így éppen ezért is javasoljuk a kormánynak, hogy a további javaslatcsomagunkat is fontolja meg, és annak bevezetését mielőbb eszközölje ki. A javaslatcsomagunk első pontja. Hosszabbítsák meg a felújítási támogatások igénylésének határidejét, és a jelenleg maximálisan 6 millió összeget emeljék meg 8 vagy 10 millió forintra. Második pont, fixálják a kamatokat a felújítási támogatáshoz igényelhető hitelek esetén 3 vagy maximum 5%-ra. A csak vissza nem fizetendő támogatás és babaváró hitel mértékének a megemelése. Négyes pont, a csok mellé igényelhető hitel 15 millió forint értékének szükséges lenne a megemelése. Ötödik pont, az energiahatékonyságot megcélozva a zöld hitelek jelenleg piaci 10%-át maximalizálják 5 vagy adott esetben 7%-ban. Hatodik pont, a visszafizetendő támogatás esetén a veszélyhelyzetre való tekintettel elengedési lehetőséget nyújtsanak katonai szolgálat esetén.